A hajdújárási Kolovics Tünde első osztályos kislánya is kézbe vehette a 10 000 forintos támogatást. Elmondta, hogy már pontosan tudják, hogy mit fognak vásárolni a kapott összegből. Most ezt a támogatást, amit ugye kaptunk, ezt tehát már az én kislányom eltervezte, hogy hát ő majd egy szép kis csizmát szeretne venni magának, úgyhogy ezt ő most el fogja így költeni. A Rákóczi Szövetséggel már évek óta együttműködik a Magyar Nemzeti Tanács. 2019-2020-as tanévtől kezdődően már nem csak a szórványban élő magyar elsős gyermekek részesülnek ebben a támogatásban, hanem minden vajdasági tanuló, aki magyar iskolában kezdte meg tanulmányait. A napokban kerül kiosztásra az a 1286 ösztöndíj, melyet a Rákóczi Szövetség ajándékoz a vajdasági magyar diákok számára, illetve a vajdasági magyar családok számára. 68 általános iskola tanulói részesülnek ebben az ösztöndíjban. Az elsősök mellett az óvodásokat is megajándékozták. Ők csokoládét és egy Mátyás királyról szóló mesés könyvet vihettek haza. Ezzel a jelképes ajándékkal szeretné a szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal együtt ösztönözni az előkészítős gyermekeket és azok szüleit, hogy a magyar nyelvű osztályt válasszák. A magyar iskola választás a gyermek és a közösség szempontjából egy rendkívül meghatározó döntés, hiszen ezen áll vagy bukik a magyar jövő. Az a gyermek, aki magyar iskolába kerül 6-7 éves korában, az jó eséllyel felnőttként is magyar lesz, és hát ennek érdekében próbál hatni és tenni a Rákóczi Szövetség a maga eszközeivel. A Kárpát-medencében hozzávetőlegesen 22 000 gyerek kapott támogatást idén, ebből mintegy 2 000-en vajdaságban.